Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! Itt vagyunk a Győr-Moson-Sopron megyei Bakony-Szent Lászlón, ahol a háttérben már látható, hogy a Bakonyért Szent László Turisztikai Egyesület már lázasan dolgozik. Hogy mit, ezt megtudjuk az Egyesület elnökétől, Horváth Orsitól. Szia, Orsi! Szia, jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit! A turisztikai egyesületünk a mai napon azért gyűlt itt össze, mert ez egy olyan kis játszótér, amit 2009-ben a Bakonyerdő ZRT szervezésében vele együttműködve építettünk, és a turisztikai egyesületünk úgy határozott, hogy kellene valami, amit a gyereknapra készíthetünk a gyermekeknek, hiszen sajnos egyetlen egy rendezvényt sem tudtunk az elmúlt egy évben megtartani, ami a gyerek korcsoportot célozta volna. Van nekünk a szokásos tökfesztiválunk, az sajnos elmaradt. Tökfesztivál helyett szerettünk volna egy koratavaszi tök jó farsangot a gyermekek számára, azt is sajnos el kellett, hogy halasszuk, és akkor a turisztikai egyesületünk vezetősége úgy döntött, hogy mással ajándékozna most meg a gyerekeket, úgyhogy ebben a pandémiás időben ezt a játszóteret hozzuk most rendbe. Megfeleltetjük a jelenlegi szabványosítási rendelkezéseknek, illetve mindent átgerebézünk, lecsiszolunk, újrafestünk, sőt, még kitelepítünk egy csodálatos új játszóeszközt és egy teljesen új háttámlás padot asztallal, hogy még többen, még kényelmesebben tudják itt a szabadidejüket eltölteni. Hány fővel működik az Egyesület jelenleg? Jelenleg jegyzett tagunk közel 40 fő van, az aktív tagság is nagyságrendileg ennyi. Itt, hát így azt gondolom, hogy most itt ilyen 20-25 ember van. Körülbelül ez is az a mag, a kemény mag, akiket meg lehet szólítani, akiket meg lehet mozdítani. És nagyon büszke vagyok rájuk, mert ez egy ilyen alulról szerveződő kezdeményezés volt. Így a egyesületi tagtársaim hozták fel ezt ötletként, hogy hát ez a játszótér, amit annak idején itt anyáskodtunk a létrejötte felett, hogy mennyire le van lakva már, mert ezért az idő bőven eljárt felette, és akkor az egyik ötlet már hozta a másikat, most újabb ötleteink vannak, úgyhogy még lehet, hogy egyéb játszóeszközökkel is ki fogjuk egészíteni. Van egy ismerős, akinek techból pályája van, illetve annak a telepítésével foglalkozik, úgyhogy mi most azt kezdtük el felmérni, hogy hol férne el egy ilyen techból pálya, ez az ilyen asztali tenisz és a régi tengónak a keveréke, a fiatalok nagyon szeretik. Úgyhogy vannak tervek, és nagyon örülök neki, hogy nem csak tervek vannak, hanem van aktivitás is. Jó kedv, derű, napsütés, hát mi kell még? Jó Isten kegyes volt hozzánk, ugye a tegnapi időjáráshoz képest. Mik még a tervek? Mennyire látod tisztán a jövőt? Mennyire lehet ebben a helyzetben tisztán látni? Nem látunk tisztán, egyáltalán nem látunk tisztán, ezért is nem nagyon szoktunk sokkal távolabb tervezni. Nincsenek 5 éves terveink, hanem mindig így a szűk, körülbelül fél évet szoktuk nézni. Ami biztos, ami ilyen nekünk standard és minden évben ismétlődő rendezvényünk az a augusztus 20-i nyári főzőverseny. Azt szigorúan tartjuk, azt meg szeretnénk rendezni, illetve hát így nagyon halkan mondom azt, hogy tervezésbe kezdtünk egy egészségnap megszervezése ügyében. Nagyon-nagyon szeretnénk, amiből lehet, hogy nem is egészségnap lesz, hanem akár egészséghét, mert úgy érezzük, azt látjuk, hogy nem csak fizikális, hanem mentális és lelki támaszra is nagyon sok embernek most szüksége van. Tényleg ez a karanténos, pandémiás, elszigetelt, bezárt időszakot követően azt érezzük, hogy egy olyan rendezvénnyel vagy egy olyan megmozdulással tudnánk a legjobban segíteni nagyobb tömegeket, ahol nem csak a fizikai állapot felmérést, hanem a mentális, lelki állapot felmérést is el tudnánk végezni, illetve támaszt, szakmai tanácsot, lehetőséget, irányvonalakat tudnánk adni azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak. Nagyon nagy, széles dolgot, széles témaköröket tudna ezt felölelni. Tényleg az egészséges táplálkozástól, az immunerősítésen keresztül, a testmozgása, a lelki segítségszolgálat, a bármiféle környezeti ártalmakra való reagálás. Úgyhogy ez van most terv alatt, hát ezt nagyon remélem, hogy az idén sikerül megvalósítanunk. Ennél egyelőre többet nem merünk, és hát nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk majd gyermekrendezvényt csinálni, tehát hogy a szokásos tökfesztiválunk megtartásra kerülhetne októberben. Ezt még meglátjuk. Az augusztusi főzőversenyhez viszont mindenféleképpen fogunk egy ilyen
gyermekszekciót kapcsolni, tehát mindenképpen szeretnénk, ha az idén lenne egy nagy gyermekfőzőverseny is, tehát kiegészülne gyermekkondérokkal az eddigi megszokott baráti főzőverseny. Szeretettel köszöntelek, jó újra találkozni, ugye nemrégiben az elmúlt évben találkoztunk a rendezvényen. Milyen rendezvény volt ez? A főzőversenyen voltatok ott utoljára. Igen. És nagyon örültünk, hogy minden rendezvényünkön majdnem itt vagytok, hiszen mi már majdnem turisztikai tagok vagytok, úgyhogy nagyon örülünk nektek. Az emberek úgy vannak, hogy szerintem már nyitnának itt a jó idő, mindenki menne, és szerintem azért is vagyunk ennyien, mert mindenki örült egy kis friss levegőnek, egy kis jó együttlétnek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez hamarosan még jobb lesz. Hát ugye, ha jól tudom, akkor az egyesület tagjai között van több szálláshely. Próbáljuk összetartani a szállásadókat is, és azt láttuk, hogy a tavalyi, meg előtte évben nagyon szereti mindenki a Bakonyt, nagyon szeretik azt, hogy friss levegő, kirándulás, minden legyen. Jól érzik magukat, hát bízunk abba, hogy elindulhat a szállásadás, és mindenki egy kicsit felszabadul. Hát mi is bízunk ebbe, úgyhogy sikereket kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Üdvözöllek. Te honnan érkeztél ide? Zsiborás Tamás vagyok, Budapestről érkeztem. A Bakonyért Egyesületnek a tagja vagyok. De hogy látod ezt a mai napot? Mi a lényege számodra ennek a mai napnak? Én azt gondolom, hogy az embereknek a összetartozását, csapatépítés, barátságok kialakulása, illetve későbbiekben egy közös csapat erősítése a tér. Miért pont Bakony-Szent László Budapestről? Ez egy családi kötődés az egész. Így alakult az életem, ezt választottam. És most jelen pillanatban itt vagyok. Tehát igazából nincsen befolyással arra, az ember próbáljon meg ott jól érezni magát, ott tevékenykedni, ahol jelen pillanatban van. Pontosan. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Szia. Barátság, és ezt említetted, amikor mi ide érkeztük, ugye láttuk ezt a kis csapatot, hogy mekkora szeretetben vagytok ti így együtt. Sajnos a mai világ azt hozta, legfőképpen a közösségi médiákban, illetve a közösségi portálokon látható, hogy nagyon szélsőségesek a megnyilvánulások az embereknél. Te ezt hogy látod, mennyire ment el ez a világ? Van egy ilyen zen tanmese, amit most nagyon röviden megpróbálok elmondani, ha megengeditek, hogy ül a mester egy város szélén a tanítványával, és arra érkezik egy vándor, és megkérdezi tőle, hogy jaj, de jó, hogy látom magát, mester, szeretném megtudni, hogy a városban milyen emberek laknak. Mert ahonnan én jöttem, ott bizony mindenki ellenséges volt, állandóan kikezdtek engem, mire számíthatok? Igen, fiam, pontosan erre számíthatsz, ott is, ez a város ilyen. Elmegy. Jön a következő, mester, de jó, hogy látom. Mire számíthatok? Ide megyek a városba. Ahonnan én jöttem, mindenki annyira jó volt, olyan kedves volt, olyan szeretetteljes volt. Itt a városban mire számíthatok? Ez lesz, fiam. Pontosan ez. Ott mindenki szeretetteljes, kedves, mindenki nyitott szívű, szeretettel várnak téged. Elmegy. Tanítvány odafordul a mesterhez. Mester, te becsaptad valamelyik őket. Nem, fiam, egyiket sem csaptam be. Mert az, hogy mi van kint, az mindig belülről tükröződik. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban tényleg csak ezt szeretném mondani, hogy azt, mi ezt tükrözzük. Az, hogy a külvilágban mi van, mindenkinek a saját külvilága van kívül. A mi külvilágunk ez, hogy mi képesek vagyunk szeretetben összegyűlni, képesek vagyunk egymás felé fordulni, képesek vagyunk megfogni egymás kezét. És tényleg nekünk az a jelmondatunk, hogy nincs az az ok, amiért haragudhatnánk egymásra, és nincs az az indok, amiért gyűlöletet, vagy bántalmat, vagy bármilyet szítani lehetne, vagy kellene, vagy szabadna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így látszik is mindannyiunkon, hogy milyenek vagyunk. Így van. Kívánom, hogy ez maradjon is mindig így. Akik pedig velük tartottak, köszönjük szépen, hogy velük voltatok. Vigyázzanak egymásra, magukra, minden jót.